tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Claudiával aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje. Kellemes ünnepeket, ez itt a Parallaxis 57. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Beszélgető társam ezúttal is Ivanis Régál Klaudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklós, az mta elte elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia Miki! Sziasztok! A COVID-19 elleni videóoltások felvételére próbálja ösztönözni hallgatóit számos podcast, köztük a Parallax is, is A Boomer Gamer Podcast by Gamekapos.hu kezdeményezése mögött a Connector, a Millennial Falcon, a Heti Meteor, a New Sound, az Őrültek, a Párásító, a Kasz.hu, a 20 perccel a Jövőbe, a Három Kérdés, a Random Generátor, a Popkulcsajok, stb., a Filmbarátok és a Vagfolt Podcast sorakozott fel. Nektek, Klau és Miklós, milyen tapasztalatotok van a videó védő... Voltásokkal kapcsolatban, és milyen álláspontot képviseltek? Hát én abszolút támogatom és bátorítok mindenkit arra, hogy adassa be az oltást. Én annak idején, amikor elkezdődött, akkor én Sputnikot kértem. Mondjuk annak ellenére is, hogy azért azt látjuk, hogy a Sputnik oltásosokat nem annyira engedik utazni, mert nem mindenhol fogadják el. Az első oltás után főleg volt egy ilyen egy-két napig ilyen lázasabb időszakom. Hozzáteszem, én átestem a Covid-on tavaly ilyenkor, jó kis karácsonyi ajándék volt, de inkább az oltásnak az az egy-két napja, mint még egyszer az a Covid, tehát borzalmas. A második után nem volt annyira rossz, viszont én múlt héten kaptam meg a harmadik oltást, és pfizer kaptam. Hát az megint ledöntött a lábamról három napra, de nyilván itt, itt ezt az ember ezt a három napot kibírja, és akkor utána tök jó. Ja, nálam nem voltak ilyen nagy egészségügyi ízék. Mondjuk én egy ilyen Astra-Astra Moderna 3 három, három a sorozatot tudhatok magaménak, és legjobb tudásom szerint nem voltam covidos sem. Szóval ez igazából egy olyan kérdés, hogy itt bizony, én nyilván nem értek a biokémiához, nyilván a hallgatóink 99%-a szintén nem ért a biokémiához, amit értek így gyakorló kutatóként is, hogy, hogy azért látom, hogy nagyjából tisztességes emberek tisztességes fejlesztő munkát végeznek, és azt hiszem, hogy az a dolgunk ilyenkor, hogy elhiggyük a szakembereknek, hogy ők nem a világ összeesküvés részei, és nem valamiféle izé, csipeket akarnak belénk küldeni, vagy stb., hanem hát egyszerűen tényleg higgyük el, ott életből leszűrt tapasztalataink alapján, hogy az a legvalószínűbb feltevés, hogy tényleg a vakcina az egy jó dolog, vagy még a legszkeptikusabbaknak is azt kell, hogy mondjuk, hogy a kisebbik rossz ami a társadalom működését illeti, és mint ahogy abban sem szoktunk bizalmatlanok lenni, hogy a teljes doboz a teljes dobozban tényleg tej van, ha lemegyünk a boltba, vagy hogy a közlekedési lámpák úgy vannak beállítva, hogy ne menjenek egymásnak az autók, akkor miért pont ezekben a szakemberekben ne bíznánk meg? Azt nem értem ezt a, do ezt a dolgot. Tehát aki ez iránt bizalmatlan, az szerintem a társadalom egészével szemben bizalmatlan az pedig baj, mert úgy nem lehet egy társadalomban létezni. Van egyébként a környezetetekben tagadó vagy vírustagadó személy? Hát sajnos nekem van. Ismerős, ismerőse. Hát most már csak múlt időben lehet mondani róla, hogy vírustagadó. 40-40-es éveiben járó férfi, aki tíz éves gyereket és feleséget hagyott hátra, amit teljes mértékben elkerülhető lett volna, ha megkapja az oltást, nagyon nagy valószínűséggel. Szóval olyan van a környezetemben, aki a kötelező vírus ellen mozgó, a köte, bocsánat, a kötelező oltás ellen mozgósít, illetve azt mondja, hogy a gyógyszer lobby működése tulajdonképpen itt az a fő izé, és igazából nincs is akkora veszély. Ez nem, nem hiszem, hogy vírus tagadó lenne, hanem egyszerűen vírus relativizálónak mondanám, ilyen sajnos van az ismerősi körömben. Az a baj, hogy, hogy tudjátok mit, hogy azt mondják, hogy hallgassuk meg egymás érveit. Ugye nekem, én, én, én ezt nem gondolom teljesen így, hogy, hogy ha a tudományos diskurzusba, amihez én nyilván nem tudok beleszólni, bármilyen Facebook kommentelő ugyanolyan súlyjal kell tudjon hozzászólni, mint egy szakember. Én nyilván nem vagyok szakember. Hogyha valaki azt mondja, hogy kettő meg kettő az 19, ugye, akkor például mondhatjuk, hogy az is egy vélemény, de azt viszont a tudományos állítások terén nem tartom egy helyes állításnak, hogy minden vélemény tiszteletben kell tartani. Szerintem nem. Az embereket kell tiszteletben tartani, a véleményeket, hogyha hülyeségeknek bizonyulnak, például kettő meg 2 az nem 19, akkor azt nem kell tiszteletben tartani. Ezzel teljesen igazad van, tehát ez ugyanolyan, mint hogy ugye van, akinek az a véleménye, hogy a föld lapos. Hát ez lehet a véleménye, Igen. de az attól még hülyeség. Pontosan. Ettől függetlenül az embert, aki mondja, mint embert, döntéshozó, autonóm, intelligens, Kreatúrát természetesen maximálisan tiszteletben kell tartani, de ezt, e, itt megy félre egy csomó diskurzus, hogy nem, ez nem jelenti azt, hogy a véleményét abban a formában is tiszteletben kell tartani, amennyiben a tisztelet azt jelenti, hogy rámutatunk arra, hogy nem igaz. Minden esetre ti kedves hallgatók, ne a politikusoknak, vagy a társadalomnak higgyetek, ne is nekünk, hanem a tudománynak, és vegyétek fel az oltásaitokat, regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon keresztül tudtok. És forduljunk is rá mai témánkra, mert hogy itt nagyon benne vagyunk a karácsonyi őrületben, a karácsonyi hangulatban, és ehhez részben kapcsolódik a mai témánk, méghozzá mai műsorunk alapfelvetése az, hogy a fehér, hóval borított karácsonyok képét számunkra manapság nagyban meghatározza, hogy azok a gyermekmesék, amelyeket például Andersen is írt, általában a klasszikus hóval borított tájak, erdők, városok jelentik, és ennek az is az egyik oka talán, és majd ezt fogjuk feszegetni, hogy ezek az irodalmi művek a kis jégkorszakban íródtak. No de mi is az a kis jégkorszak? Mert hogy a jégkorszakról beszélünk, akkor mindenki mondjuk a hógolyóföldre gondol, meg több ezer, tízezer, százezer és millió évekkel ezelőttre, na de azért volt egy jégkorszak, ami nem is annyira távoli. Érdekes magának az időszaknak a behatárolása, mert gyakorlatilag akár milyen szakiradalmat olvas el az ember, mindegyik más hovádatája, akár század szinten is. Van, akik már a 16. századra mondják, van, akik csak a 17-re, van, akik már a 14-re is mondják, szóval eléggé, eléggé változékony. A vége az egy kicsit jobban datálható, így az 1850-es évek környéke, Ugye itt az a lényeg, amit tudni érdemes, hogy alapvetően a, a Föld a geológiai történelme során állandóan váltakoznak ugye a hideg és a meleg időszakok. És ugye abban az időben alapvetően egy lehűléses időszak volt, mint hogy most például meg alapvetően egy meleg időszak lenne, és nyilván ezekre az időszakokra a természeti katasztrófák ami ugye majd itt is lesz, illetve jelenleg pedig ugye az embernek a tevékenysége ö, hatással van. Az Andersen idején ugye ezt a kis jégkorszakot, ezt nagy valószínűséggel a Tambora nevű indonéz réteg vulkán kitörése idézte elő, ami tehát gyakorlatilag a, az egyik legnagyobb kitörés a, a világon. Amikor ugye kitört 1815-ben, a akkor annak ellenére, hogy ugye Indonéziában található, nyilván a földi légkörzés miatt a vulkáni hamu eljutott ide Európába is, és hát nem kis mennyiségű vulkanikus anyag került a, a levegőbe, ő körülbelül 150 milliárd köbméternyi kőtörmelék került a levegőbe, illetve 80 köbkilométernyi vulkanikus anyag. Ugye ez, a, ez az 1815-ös kitörés, ez ugye persze, ahogy mondtad is, az időszak belővését, ez valóban benne, benne van még a legtöbb definíció szerint ebben a kis jégkorszakban, tehát ugye annak a vége felé található, Egyébként nagyon érdekes az 1815-ös esemény, mert ugye, ahogy mondtad is, ugye ez az, amit a következő évben követett az úgynevezett nyár nélküli év, amikor például Észak-Amerikában, meg Európában is olyat lehetett tapasztalni, hogy júniusban fagyok érkeztek, tehát például az amerikai középnyugaton befagyott a termés egyébként, és hát egész Európában azóta nem volt olyan hideg nyár, mint 1816-ban, mégpedig jelentős mértékben lecsökkent az az egész uh, kontinensen a hőmérséklet. Átlaghőmérsékleten átlag hőmérsékleten természetesen nem tűnik annyira brutálisnak, hogyha azt mondom, hogy, hogy jellemzően fél fokkal volt hidegebb uh, az 1816-os nyár, mint mondjuk a, a 20. századi átlag. De hát, euh, ugye az átlag az nem mondja el az igazi történetet, mert ez úgy jött ki, ez az átlag, hogy brutális hidegbetörések, és tényleg fagyok történtek júniusban, tehát hogy ez, ez egészen elképesztő. Ugye ez is egy eleme a kísérőkorszaknak, de igazából az egy érdekes kérdés, hogy, hogy valójában ezt az egész kísérkorszakot, amit mondtál, hogy vitáznak a kutatók, vagy hát nem is az, hogy vitáznak, hanem persze nem lehet egyértelműen vonalakat húzni a klimakutatásba. Nem lehet nehéz eldönteni, hogy ez mikor kezdődött. Meg nehéz a hőmérsékletet is rekonstruálni. Ugye ez az az időszak, aminek csak a vége felé kezdték el az emberek mérni a hőmérsékletet, vagy hát mondjuk a késő középkor kora újkor mondjuk úgy, hogy mondjuk az Né néhány helyen, egyébként például Prágában, ahol a 18. század óta írják a hőmérsékleteket a, a Clementinum Obszervatóriumban, vagy a legrégebbi hőmérséklet rekord, az természetesen honnan máshol, mint Angliából származna, ahol már két évszázaddal korábban elkezdték felírogatni a hőmérsékletet, ez a közép-angliai hőmérséklet adatsor. Természetesen többféle módon lehet hőmérsékleti rekonstrukciót készíteni. Ennek az egyik módja egyébként például a faévgyűrűk vizsgálata. Pontosabb adatokat szolgáltat Mondjuk a jégfuratok vizsgálata, és, és még van néhány ilyen módszer, és ebből meg, ennek megfelelően többféle rekonstrukció is van, és ahogy ezt várhattuk is természetesen, ezek nem futnak teljesen együtt, hiszen nyilván egy fa évgyűrű vagy egy jégfurat, és elsősorban nyilván arra érzékeny, hogy milyen ott a klíma, és, és nem arra, hogy milyen a, a, a föld globális átlaga. De a lényeg az, hogy meg lehet nagyjából satszolni, és ezekből tényleg nagyjából úgy látszik, együtt mennek ezek a dolgok annyiban, hogy úgy tűnik, hogy valami, valahogy az 1300, 1400, 1500, mondom, a határok tényleg ilyen száz évekkel el vannak mosódva, de valahogy akkor 1300 és, és 1500 között valamikor biztosan olyan, lehű, olyan hidegebb időszakba léptünk bele, ami nagyon különbözött az az előttitől. Na most, ugye a kérdés az, hogy miért történt ez, meg hogy mi volt az előtt. Az az előtti időszakra úgy szoktak hivatkozni, hogy az a, az a középkori meleg időszak, ami például abból is lehet tudni, hogy milyen volt, hogy elég arra gondolnunk, hogy ez volt ez az időszak, amikor Grölland ugye a nevét kapta, mert Grönlandot ugye ekkoriban fedezték fel a vikinghajósok, valamikor a, 10. tizedik században, akkor kezdtek ott megtelepedni, és azért tehették ezt, hogy megtelepedtek rendesen, mert hát ugye, ahogy a neve is mutatja, Grönland a zöld föld volt, mert zöld rétek voltak ott Grönland déli részén, ami kitűnően alkalmas volt a földművelésre. Tehát ma már elképzelhetetlen, de a vikingek idejében Grönlandon földet lehetett művelni, és ugye ekkor történhetett meg az is, hogy, hogy hát nagyjából ugye Szent István király Korábban volt az, hogy egyébként a Grönlandot fe felfedező Eriksonnak a fia, a, ugye a Leif Erikson? Az a... már Erikssonson. Az, Azban, igen, 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 mert ugye Leif, hogy hívták az a, a, apukáját nyilván? Vörös Erik. Vörös Erik volt, így van. A, most ott hirtelen akartam mondani, hogy van ilyen ú, viking nyelven. Igen, neki az volt, a, egyébként a neve az igazi neve, vagy Erik Torvaldson, tehát Torvald fia Erik volt, és aztán jött Leif Erikson, az is e Erik fia Leif, aki viszont már elkeveredett nagy a mai új Újfundland környékére, igaz? És akkor ő ott már lényegében felfedezte Amerikát 500 évvel Kolumbusz előtt. Ugye ezek mind olyan vidékek, tehát a új Fundland is olyan vidék manapság, ami hát, hát nem a legkellemesebb vidékek. Egyike hát jéghegyek, meg ilyesmit vannak ott most, de a, a középkori meleg időszakban ez egyáltalán nem így volt. És aztán valami történt, és akkor hirtelen nagyon megváltozott a helyzet. A kérdés az, hogy mi? Ugye itt említettétek vulkánkitörést, de a szakirodalom megemlíti a, a napnak a minimumját is, hogy ez idő alatt minimumon volt a nap. Hogy mondják ezt Miklós? Naptevékenység. Nap minimum. Naptevékenység, azaz, köszönöm. Igen. Nem jutott eszembe a szó, szóval, hogy... Igen, ez is nehezen rekonstruálható valami. Ugye még egyszer, ez a vulkánkitörés, ez későn volt. Ez majdnem a legvégén. A... A, úgyhogy nem ez az elsődleges sok ok természetesen. A naptevékenységi minimum az pedig ugye ilyen 11 éves ciklusonként. Igen, ugye általában a naptevékenység ugye azt csinálja, hogy mondod is, hogy 11 évenként a nap érezhetően olyan nagyjából egy tized nyit változik. Ugye ez nagyjából azt jelenti, hogy a napból jövő kakaó az olyan 1360 watt per négyzetméter körüli érték. Ami azt jelenti, hogy, hogy egy négyzetméterre a napföld átlagos napföld távolságban lehelyezett egy négyzetméternyi napra merőleges felületre ennyi teljesítményesik. Ez a napállandó. Tulajdonképpen, de hát ez teljesen félrevezető ez a név, ugyanis a napállandó az nem állandó, hanem tényleg ilyen ezreléknyi mértékben hintázik 11 évente, jelenleg. De, és akkor igazad van, Ádám, hogy viszont nem ez az egyetlen dolog, amit csinál a napállandó, mert bizony, ez ennél nagyobb skálán is változik a napállandó. Tehát a napállandó az nem egy szabályos oszcilláció, hanem a naptevékenységnek is vannak ennél nagyobb mértékű, nem ilyen ezrelékes, hanem néhány tizedszázalékos változásai, amik hosszabb időskállán jelentkeznek, és persze ezt azért nehéz rekonstruálni, mert ugye hát nem voltak mindig űrszondák, amik ezt mérjék, viszont szerencsére mondjuk a 17. század elején, ugye galilei korában már elkezdték az emberek figyelni a napfoltokat. És azt lehet tudni, azóta már tudjuk, hogy a napfoltok száma, egyébként pont abban fedezték fel a 11 éves ciklust, hogy a napfoltok száma az korrelál azzal, hogy mennyi kakaó jön a napból. Tehát minél több a napfolt, általában annál aktívabb a nap, annál úgymond erősebben sugároz. És ez valóban 11 évet szokott, mintázatot szokott követni, de az az érdekes, hogy nem sokkal azután, hogy Galilei felfedezte a napfoltokat, ami ugye 1612 környékén következett be, Mondjuk alig 31 néhány évvel később a napfoltok eltűntek, ez volt úgy nagyjából 1645-ben, és akkor egészen 1715-ig, tehát majdnem 100 éven keresztül egyáltalán nem is voltak napfoltok. Ezt hívják maunder minimumnak, tehát ez egy olyan időszak, amikor a napnak úgy kb. leállt ez a 11 éves ciklusa, és ez valóban, ha megnézzük, ez, ez, ez kb. összeesik a kis jégkorszaknak a kellős közepével, a maunder minimum. Tehát ezért aztán nem hülyeség azt gondolni, és nem megalapozatlan, hogy, hogy ez nyilván közre esett abban, hogy, hogy létrejött a kis jégkorszak, hiszen az, hogy nem voltak napfoltok, az nyilván csak a jéghegy csúcsa. Tehát valószínűleg a naptevékenység ebben az egész időszakban kisebb volt, mint most, csak arról ugye nagyon nehéz adatot szerezni így utólag rekonstrukciók vannak, de ugye csak például izé emlegetett faévgyűrűk, stb. stb. De ezért nehéz, nehéz rekonstruálni a naptevékenységet, így utólag. Mondom, onnantól viszont pont ezt a Maunder minimumot ezt lehet látni, és ezért gondolhatjuk, hogy az nem csak ennek a rövid időszaknak, ennek a Maunder minimumnak, hanem az egész kis jégkorszaknak is nagy oroszőséggel bizony a naptevékenységhez van köze. Ki lehet azt jelenteni, hogy az ilyen jégkorszakok, amik sújtatták a földet, azokat nem lehet általánosítani, hanem, hanem mindegyik egy-egy más ö, okból következett be, illetve akár mondjuk Különböző természeti jelenségek összhatásaként, akár mondjuk a kis korszak? A természeti hatásoknak az össz, összjátéka volt hatással ezekre az eseményekre, és ugye azt kell elképzelnünk, hogy a, a történelem, ugye általában az idő, egy, egy lineális folyamként gondolunk rá, de a történelem inkább hasonlít egy hálózatra ahol a különböző események egymásra hatással vannak, és ebbe bele kell venni a bizony az időjárásnak, meg úgy egyáltalán az éghajlatnak az eseményeit, a változásai, természeti katasztrófákat is akár, mert ugye, hogyha belegondolunk, ez a kis jégkorszak, és, és ugye már ez az 1800-as éveknek a kis jégkorszaka, hát ugye egyrészt ott volt a francia forradalom. Miért volt a francia forradalom? Mert éheztek az emberek. Miért éheztek az emberek, mert egy hidegebb időszak volt Európában, és nem volt termés. És persze az egyszerű ember ki ellen fordult, hát az arisztokrácia ellen, puf, francia forradalom. Mi történt ezután? Megint csak éheztek az emberek, és elkezdtek ugye átutazni a jobb élet reményében migrálni Amerikába. De tulajdonképpen az, hogy Amerika mint nemzet létrejött, az annak is köszönheti a létrejöttét, hogy volt egy kis jégkorszak, éheztek az emberek, és emiatt átmigráltak Amerikába, hogy ott egy önálló életet éljenek, és ugye szerettek volna aztán függetlenedni, ugye Britanniától. Tehát minden mindenre hatással van. Ugye ez a pillangó hatás tulajdonképpen. Ja, hát igen, most uh, ez ilyen szoció izé, fizikai vetületekbe én most annyira nem mennék be, hát ezek tényleg bonyolult dolgok, az tuti. Van ebben minden, persze, tehát kaotikus rendszer valóban. Viszont uh, amit kérdeztél, hogy a jégkorszakok azok mitől alakulnak ki? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a kis jégkorszak, ahogy a neve is mutatja, az egy picike jégkorszak, nem is egy, egy ilyen játék jégkorszak igazából, nem, nem, olyan, nem, olyan, mint az igazi nagy jégkorszakok, hiszen az igazi nagy jégkorszakok, amit meg olyan 100-200 ezer évente követik egymást az elmúlt néhány millió évben, az meg ugye többé-kevésbé periódikusnak tűnik, tehát hogy ott úgy tűnik, hogy ott van valami jel. Na most egyébként, ami, ami, ami csinálja ezeket, mert tényleg elég, eléggé szabályosan követik egymást a jégkorszakok. Kérdés az, hogy mi? Miért? Van esetleg a kutatóknak erre valami elméleti magyarázata, vagy? Több, több minden van. Az egyik az, hogy vannak a, a föld keringésének és, és a tengelynek a mozgásának mindenféle szabályosságai, amiket egy, egy, egy Milutin Milankovics nevű szerb dolgozott ki nagy részt, vagyis ő dolgoztak ki. egyébként. Érdekes, hogy éppen, éppen Budapesten volt hadifogoly az első világháborúban, amikor de hát az első világháborúban nem volt annyira rossz dolga feltétlenül a, a hadifoglyoknak, így például ennek a szerb hadifogolynak sem Budapesten, mert ő, mint kutató, valahogy ki, el tudta intézni, hogy ő úgy legyen hadifogoly, hogy a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában volt szobafogságban. És mivel ő ott volt szobafogságban, és használhatta az ott felelhető adatokat, és, és ezért folytathatta a kutatásait, és még ráadásul nagyon jó adatokhoz is hozzáfért, és éppen ennek hatására alkotta meg, az elméletét, amit lényegében azt mondja, hogy a Föld klímáját nagyban befolyásolják olyan dolgok, mint például, hogy a Föld tengeje az hogyan billeg. Ugye, annak is van egy, múltkor a horoszkópok kapcsán is előjött egyébként, hogy más hónapoknak felelnek már meg a, a, az állatövi jegyek, mint néhány ezer éve. Ez például a, a Föld tengelyének a precessziója miatt van, aminek egy ilyen néhány tízezer éves periódusa van, de léteznek más periódusok is. Az egyik például a földpálya, ami egy ellipsis pálya, annak a nyújtottságában is kimutatható egy szabályos váltakozás, és aztán egyébként meg még van néhány dolog, most nem mutatnám ezzel a hallgatókat, mert ezeket úgyis lerajzolni, jó, most elmondani, ez rettenetesen száraz. A lényeg az, hogy vannak olyan éghajlat befolyásoló dolgok, amiknek szerepe lett a jégkorszakban. Például ez a precesszió, ennek ugyan mi köze, ennek mi köze van a klímához? Hát például az, hogy jelenleg, ha megnézitek, akkor a Föld akkor van a legközelebb a naphoz, amikor az északi féltekén tél van. És akkor van a legtávolabb a naptól, amikor az északi féltekén nyár van. Viszont a precesszió hatására a föld tengelye szépen lassan billeg, léteznek olyan klimatikus időszakok, amikor akkor van a Föld a legközelebb a naphoz, amikor egyébként még nyár is van. És hogyha ez a kettő egybeesik, akkor az úgy általában egy melegebb északi-féltekei klímát tud generálni, mint a mostani, aminek egy kiegyenlítő hatása van. Ugye jelenleg egy kiegyenlítő hatást jelent ez, hogy pont akkor van az északi-féltekén a legmelegebb évszak, amikor a legtávolabb vagyunk a naptól, és fordítva. Ugye? De, de, hogyha ez a kettő nem kiegyenlítődik, hanem pont, hogy egymásra, egymásra erősödik, az egy extrémebb klímát eredményezhet. És ezeknek a dolgoknak a jelei, ezek bizony kimutathatók. Nem teljes egészében, mert a jégkorszakok azban az a nagyon fura, hogy néhány millió évvel ezelőtt nem voltak jégkorszakok, tehát amikor volt a pliocén optimum nevű időszak, akkor nagyon stabil volt a hőmérséklet, nem voltak jégkorszakok, több széndiokszid volt a levegőben egyébként, meg magasabb volt a hőmérséklet, de kb. meg és akkor egyszer csak néhány millió évvel ezelőtt beindult a jégkorszakok szabályos változása. Tehát emiatt mondom, hogy ezt csak az égi mechanikára, ezt nem lehet ráfogni, mert azelőtt is billegett a föld tengelye, meg azelőtt is volt egy csomó dolog, de mégsem voltak mindig jégkorszakok. Szóval ez is csak mutatja azt, amit Claudia mondott, hogy itt nagyon itt több hatás erősödik egymásra, és több minden kell ahhoz, a kontinensek elrendeződésétől kezdve a széndiokszidon keresztül, az ég, a, a naptevékenységig, az, hogy hogy áll a földpálya, itt több dolog van, ami egymásra rárakódhat, amik egyáltalán nem feltétlenül periódikusak vannak, amik tök véletlenszerűek. Szóval ezért aztán ez egy bonyol, bonyolult dolog. A jégkorszakok általános elmélete amúgy nincs meg. Tehát, hogy konkrétan ezt a 100 ezer, évente váltakozó jégkorszakok, integráciális időszakok pontosan miért is vannak, erről még máig sok a vita. Melyik a normalitás tulajdonképpen az az időszak, ami, ami mondjuk a kis jégkorszak alatt volt, vagy a, vagy a mai, amikor hát mondanám, hogy december van és nincs hó, bár igazából már esett Magyarországon is, de Hát azért fejér karácsonyról nagyon régen álmodunk itt, mondjuk Budapesten főleg. Hát őszinte leszek, én egyiket sem mondanám normálisnak, mert ugye a kis jégkorszaknál ott a természeti katasztrofát, tehát leginkább ugye a tambora kitörését kell ö, hozzávenni, ami ugye nyilván nem egy előre betervezett dolog a jelenlegi helyzetnél, meg ugye a az embernek a globális felmelegedésre való hatását. Hát ha már fehér karácsony, ugye én bakonyi vagyok, tehát én viszonylag szerencsésebb helyzetben vagyok itt tengerszint feletti 400 méteren, mert itt általában akkor is hó van, hogyha máshol csak az eső esik. Most mi is elég sokat kaptunk sajnos már elolvat, de fehér karácsonyom, olyan igazi fehér karácsonyom szerintem nekem is Hát, maximum kis kamaszkoromban volt utoljára, mostanában maximum csak ilyen, ilyen hódarákat kapunk, és nem is feltétlenül karácsonykor úgyhogy úgy, hogy én se láttam már egy ideje rendes havat így karácsony táján. Én, én, nem tudom, mi a normalitás, ugye ez a probléma, hogy szerintem nincs, nincs én is azt gondolom, hogy nincs, nincs olyan normalitás. Azt lehet látni, hogy a klíma az mindig változik. Azt lehet mondani, hogy hát mondjuk, nem tudom, lehet, hogy a középkori meleg időszak volt a normalitás. Most ez nem azt jelenti, hogyha, hogy most mi pont oda megyünk vissza, nem tudom. Igazából ez megítélés kérdése. Az biztos, egyébként visszacsatlakozva arra, amit Klau mondott még az előző körben, hát nem csak az Amerikában meg az ide-oda vándorlások, hanem, hanem például kimutatható összefüggés van, a boszorkány perek és boszorkány égetések száma és az adott évi téli hőmérséklet között, ami a középkort és a új kort illeti. Úgyhogy Úgyhogy azt hiszem, az lenne a normalitás, ami a társadalmi normalitás szempontjából a legjobb, amikor nincsenek ilyen balhék. Hát jó kérdés, hogy ez mikor, <laughs> mikor van, vagy mikor volt. Engem nagyon érdekelne az is, hogy miért tűnt el tíz év alatt az a megszokott uh, helyzet, ami, ami, a gyerekkorunkat jellemezte, vagy a fiatalkorunkat jellemezte, amit uh, Claudia te is említettél, hogy, hogy hát igen, akkor még azért volt igazán havas karácsony, de ezt már csak a rövid szünet után fogjuk megbeszélni, maradjatok velünk. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu tehát ott hagytuk abba, hogy bizony hiányzik nekünk a fehér karácsony, és hiányzik ez a hangulat, amit nagyban bizony az kis jégkorszak alatt íródott mesék és történetek alapoztak meg számunkra. Vagy egyben kérdezem -e, azok alapozták meg számunkra? Szerintem biztos. Nézzétek meg a meséket. Hát még a magyar népmesékben is az van, hogy, vagy, vagy, sőt, hát mi, mi, ez? Mátyás király története, ugye? Mátyás királyt ugye hol választották meg a, a Monda szerint? A Duna -jegén. Hát a Duna -jegén. Hát most senki, senkinek nem ajánlom, hogy akár királyt választani, akár bármilyen más célból megpróbáljon rámenni a Duna jegére. De egyébként a késő korszakban rendszeres dolog volt az az is, hogy Londonban úgy befagyott a temze, hogy minden év, hogy, hogy évente tartottak ott ilyen úgynevezett frost fair-eket, vagyis piacolást, tehát konkrétan a befagyott temzén piacolnak. Vagy gondoljatok a brügelek festményeire, a, brügel apa meg a brügel fia festményeire, ugye a korcsolyázók madárcsapdával, meg ezek a híres ilyen, Eh, hogy mondjam, csak zsáner képek, amiket biztos ti is jól ismertek, ugye ez, ez, is természetesen a holland reneszánsz korából való. Ugye ma nincsen már ilyen Hollandiában, hogy ott befagynak a csatornák, meg a, meg a folyócskák, és ott szépen kocsáznak az emberek. Pláne Londonban, ott az óceáni éghajlaton nem, 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 fordult elő már a tizen, mondjuk szerintem a 18. igen, mondjuk 18. század óta nem fordult elő az, hogy ott befagyott volna volna rendesen a temze, hogy lehessen rajta piacolni. És ugye ennek a vége, időszaknak a vége nyilván ugye az Andersen meg a többieknek a sok ilyen karácsonyi története, hiszen az egész karácsonyi, az, hogy hogyan ünnepeljük a karácsonyt. Arra azt akarjuk gondolni, hogy ez valami rettenetesen ősi dolog, de valójában a hagyományaink nagy része, amiket mi itt tartunk, azok 19. századi német, vagy hát ilyen né, ó, mit tudom én, német és angol száz hagyományok, amiket mi így gondolunk, a karácsonyfa állítás, az ajándékozás, mit tudom én. Tehát, hogy ezek azért. Nyilván a karácsony, Krisztus születésének a napját mindig megünnepelték, holott korántsem sem volt a legfontosabb keresztény ünnep, mert az egyértelműen a húsvét volt mindig is. De tehát, azt kell mondjam, hogy egyébként régebben nem volt olyan nagy jelentősége a karácsonynak, mint napjainkban. Viszont ugye az van, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy, kellett hozzá a kis, kis jégkorszak vége. Szép havas tájak. Hát most már látjuk, hogy mondjuk azok a gletszerek, mondjuk nézzük meg Svájcban a gletszereket, hogy visszamentek az elmúlt száz évben. Tehát persze nyilván itt azért nagyon csökkentek ezek a dolgok. De! Szerintem a karácsony összességében nem kell, hogy a télről szóljon. Tehát ez tényleg nekünk ilyen gyerekkori becsípődés. Valójában semmi köze hozzá. Igen, úgy Itáliában élnénk, akkor valószínűleg nem Így van. folytatnánk le ezt a beszélgetést. Igen. Meg egyébként az előbb, amit említettél, az eszembe jutott, bár sokak szerint Urban Legends, de ugye a karácsony ünnepléséhez kapcsolódóan, hogy például a Coca-Cola által ö, behozott Mikulás, az az a valódi télapó, a, amit ugye mi ünneplünk, holott el, előtte egy ilyen kis zöld, vékony manócska volt a, télapó. Ez, ez nem annyira urbán legend, ezt el kell, meg kell nézni a, az angol hát folklórt, úgymond. Ugye egyrészt a télapó nyilván főleg katolikus körökben ugye Szent Miklós, tehát ezt, ezt mondjuk talán mondani se kell, ezt mindenki tudja. Egy ilyen jó kora középkori szent ö, volt, Körögországban, Mira városában élt ő, és ugye szegényeken segített, ö, de ugye titokban, és ugye nyilván innen jön a, a Mikulásnak az alaplegendája. Aztán ehhez jön egy, 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 német, ugye a hát Santa Claus, vagy ugye Klaus ö, legendája. Egy a Santa Claus az a Nikolausnak a fordítása. A, a Nikolaus, a igen. Most van ott náluk a Weihnachtsmann. A, vagy is. a Weihnachtsmann, ugye? igen. Tehát itt igen. már az is belekeveredik. Illetve ugye van az angoloknak is egy ilyen, hát nem is annyira manó, inkább egy ilyen zöldruhás, szintén ilyen, ilyen, öreg ember, tehát ilyen szakállas öreg ember, de zöld a ruhája. És, és különben ma is találni még ilyen főleg ilyen régi angolszáz családoknál olyan szobrokat, amik ezt a, ezt az eredeti Mikulást, ezt a zöld ruhás öreg embert ábrázolják. És ugye aki, aki nem tudja, hogy az micsoda, az ott csodálkozik, hogy hát miért van az, az Mikulás zöld ruhában, mikor az piros. Hogy a piros Fradi, ruha Fradi az hogy... Pradista volt, igen hogy a, a zöld hogy a piros ruhá, tehát a zöld ruhából hogy lett piros, hát nyilván nem a Coca-Cola miatt az tény. Ö, egyrészt ugye itt már bejön a keresztény kultúrkör, ugye mivel hogy Szent Miklós püspök volt már mint hogy később püspök lett belőle, és a püspöknek a püspöki palástja az piros, innen lett a Mikulásnak is a ruhája, aztán piros. Na de ezt én inkább lilának mondom. Az a bíboros. Hát a bíbor az bíbor, a bíboros az bíbor színű. A bíborosnak tépul. bíbor. színű a fején a. <laughs> de igazad van. Aha. Bíboros sapka, most ezt csúnyán Aha. mondtam. Tehát ugye ez nem véletlenül bíboros a bíboros, ha bár ugye rang szerint a bíboros is csak püspök. A pápa Aha. is csupán Igen. egy püspök, ugye <laughs> a Róma püspöke. De azért még csak nagyobb a rangja a bíborosnak, mert ugye a bíboros azt tudjuk, hogy az egész országnak a vallási dolgaiért felelős, ugye a pápa az meg az egész világnak a vallási vezetője ugye a katolikus körökben. Tehát itt ennyi a különbség. A vallási percek és a Mária rádiós körkapcsolás után most azért engem azért kell... <gül> Mária, <gül> az érdekel. Ilyen, ilyen az, amikor be. egy hitoktató is szerepel a podcastban. Igen, de még be se hoztuk, akkor már hozzuk be még az izét is, a, a Mária körbe megyünk, akkor ott van még az orosz fagyapó, vagy a gyedmaróz, ugye, vagyis hát is a télapó szó is lehet, hogy is ennek a valamilyen módon e félre, vagy kicsit, kicsit félrefordításából ered, a, aki szintén egy ilyen, ilyen bácsi volt, aki leginkább a, a német Weihnachtsmannhoz hasonlít, és hát szintén ugyanezt tudja, hogy ajándékot visz a gyerekeknek. És És ugye történetileg nem sok köze van Szent Miklóshoz. Olyannyira egyébként, hogy nyilván egyébként eleve a pravoszláv világban teljesen más, hogy vannak azok, hogy kiket és kiket nem tekintenek szenteknek. Bár a Szent Miklósban még pont közös, mert ugye ő még egy, hogy mondtad is, köz, kora középkori szent, tehát az még skizma, vagy egyházszakadás előtt. Na mindegy, oké, talán ez már tényleg sok, de Ádám szerintem... Az az a része városi legenda, hogy a Coca-Cola találta ki a piros-fehér Mikulás, de az biztos, hogy nagyban A köztudatban. Igen, igen, tehát, hogy nyilván, mert, hogy nyilván, nyilván meg volt, az elterjedésében. Nyilván, igen, hogy nyilván nem volt annyira, annyira beállítva, hogy a, a Mikulás az már pedig piros-fehér, mert előfordultak zöld, meg lila, meg amilyen egyéb színkombináció. A lila az, a, ami a Mikulás. A Tudod, nem, nem, egyébként nem, már én korábban is láttam egyébként a püspökös félrekapcsolásom és azért jött, mert konkrétan én, én, én birtokában vagyok egy olyan 19. századi képeslapnak, amin egy, egy püspök ruhás, ám de azon kifejezetten lilának, lilásnak tűnő ruhában szereplő Miklós, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon félelmetes krampusz van mellette. Na mindegy, és ha már így említettétek, említettétek a sokféle télapó, mikulás ö, ö, verziót, akkor hát azért a jó barátok, rajongók, kedvér mindenképpen azért a karácsonyi tatút is említsük meg. Viszont engem érdekelne az, hogy nektek... Ha melyik az az első mese, ö, rajzfilm, vagy, vagy, akár irodalmi mű, ami, ami először az eszetekbe jut, ha, ha, megpróbáltok arra visszaemlékezni, hogy ezt a klasszikus karácsonyi, karácsonyi ö, havas ö, tájat, ö, vagy, vagy városi tájat ö, teljesen mindegy ö, fel kell idéznetek. Hát nekem pont amúgy a Andersennek ugye a, nem, nem, nem a hókirálynő, hanem a kisgyufáros lány, aki... Annyira tudtam, mert nálam is pont igen, pont ez, igen de szerintem azt, azt talán jobban ismerjük mi magyarok, talán többször elő, tehát Én mondjuk többször láttam mesekönyvben, tehát ilyen meseválogatásokban, mivel ugye rövid, mint a, mint a, mint a Hókirálynő, ami azért nem annyira rövid, hogy egy, egy meseválogatásba bekerüljön. A kisgyufárus lány az ugye simán, viszont ugye a kisgyufárus lány, hát az. Elé, hát ugye tudjuk, tehát ismerik a történetet, tehát nyilván az az iszonyatosan szomorú történet, ugye negatív ö, ö, végkifejlettel. De de mégis nekem, nekem így, így, ez az első, ami beugrik. És ugye ennek a, a műve, aki ugye már az említett uh, kis jégkorszaknak a végén uh, élt és alkotott, és hát az ő műveire, ugye elásd akár a, a Hókirálynő, ugye Kisgyafoáros lány uh, hatással volt ez az egész akkori mini jégkorszak, és ugye ezek a nagyon havas telek, és hát ugye nyilván a, a szegénység, amit ami, ami aztán, amit ugye ez az egész okozott, mert ugye hát a kis-kis lánynak a történetében is ez visszaköszön. De valahogy nem lehet, hogy tudat alatt az emberek párosítják is, tehát hogyha nagy hó van, nagy hideg van, akkor bizony, bizony valahogy tudat alatt párosítjuk ezt a, hát nem is a szegénységgel, de a, a nehéz sorssal, vagy a nehéz élettel, ugye mert a nagy hó van, akkor ugye kell kimenni fát vágni, elfogy a fa, tüzelni kell, fáznak az ember tehát, Hogy ez valahogy kapcsolódik, vagy ez csak én gondolom így? én? azt gondolom, szerintem, nem szerintem teljesen jól gondolod, én azt gondolom, hogy ez egyszerűen ez már egy evolúciós reakció. Tehát, hogy hogy már az hmm. ősember is nyilván a telet, meg a hideget nehezebben viselte, fel kellett rá készülnie, mert tudta, hogy ha nem készül fel, akkor meghal. Ennyi. És ez, ez egyfajta evolúciós lenyomat bennünk. Teh tehát szerintem abszolút igazad van. Tehát, hogy, ugye a kérdés az, hogy nekem mi az é a. a, a mese élmény, vagy film élmény. Uh -huh. Ugye nyilván, ugye kibeszéltük annak idején a reszkessetek betörőket, úgyhogy az nem fizet. Úgyhogy az a baj, hogy én egyébként nem, nekem zene vannak természetesen, de, de hát igen, tehát nálunk a karácsony az nem annyira egy tévénézős meseolvasós buli volt, hanem egy zenélős, zenehallgatós buli, úgyhogy a, a Kaláka együttesnek a szabad -e ide bejönni Betlehemmel című kazettája, az például olyasmi, amit bármikor fejből végig az azóta is, meg minden, szóval itt inkább nálunk ez a vonal volt, és hát természetesen a tévében meg a szokásos szutyok, mert honnan tudjuk Magyarországon, hogy vallási vagy nemzeti ünnep van, hát hogy a tévében Bud Spencer és Terence mennek. Nekik is van karácsonyi a karácsonyi, utolsó filmjük ráadás, utolsó, közös filmjük. Közös Bizony. Hát igen. Na igen, de te nagy fannyuk vagy nekik, én meg annyira nem, csak ugye annak idején még nem volt annyira rengeteg tévécsatorna, úgyhogy az ember vagy ezt nézte, vagy, a, vagy hát tologatta a kis autót. Hát igen, szóval én akkor inkább tologattam a kis autót. De, de az van, hogy nekem a karácsony az elsősorban, ha már művészetek, akkor inkább az egy zenei zenei élmény. A karácsonynak nekem inkább zenéje van, mint története. Ilyen, ilyen mes, mese története, persze, tehát, hogy nem annyira. Én nekem, én őszintén szólva, én felnőtt, képzeljétek el, hogy én egy kő alatt éltem, mert én felnőtt fejjel olvastam először a kis gyufa lány történetét. Mélységesen megható, és iszony, megrázó történet. És egyébként nem is, gond, nem is értem, hogy ezt hogy lehet, hogy nálunk amúgy ilyen kicsi gyerekek ezt így szokták ismerni. Hát miért? Uh, ugyanazért, amiért a minden gyerek élete első kötelező olvasmánya az iszonyúan depressziós kincskeresők is ködben. Na ne is mondd! Tehát ismerek olyan 50 éves férfit, aki máig összerezzen, hogyha azt mondod neki, hogy körte muzsika. Tehát, hogy, hogy tényleg, marad, maradandó sebek. Pál utcai fiúk, ugyanezt Pepita. Oh, ott is oh, oh, hideg Igen. volt, hideg volt, szegény, megfürdették, meg is halt. De a kiskereső kisködmönben is előjön a tél, különben. Abszolút, tehát amúgy hát hogy ne. Nem véletlenül kell maga a kisködmön, hát nyilván rohadt hideg van. <gül> <gül> Sőt, de különben, még hogyha visszatérve erre, hogy kinek milyen ilyen karácsonyi élmény jut az eszébe, hát nekem amúgy meg pont a Coca-Cola reklám, Tehát, tehát Na, én azt ja, kiskoromban a szerintem, ja. körülbelül ilyen 13 éves koromig, minden évben ültem már ilyen karácsony környéki időszakban, tehát ilyen advent környékén a tévé előtt, és azt vártam, hogy mikor jön a coca cola karácsonyi kamion a télapóval a tévében. És amikor jött, akkor én aztán teljesen meg tudtam örülni, és nekem az hozta a karácsonyi hangulatot. És nagyon durva, mert például a múltkor láttam Facebookon egy ilyen felugró reklámot a coca cola és ugyanúgy megjött a kamion, pedig ez csak egy fotó volt, és, és az a régi nosztalgikus érzés elöntött, és olyan jó volt. Tökéletesen működött a marketingesek terve. Egy feltételes reflexet sikerült kifejleszteni. Igen. És ebben nagyon jó a kóla, mert én is iszom, de hát lássuk be, hogy egy túl hype szutyok az egész innivaló. És természetesen de, ami... ma a fahéjas coca cola ittam, annyira karácsonyi hangulatom. Ú, az volt. annyira ha kar... Mi lehet ennél karácsonyi? Fahéjas A róla. Szilvás Nesti, Igen. most, hogy így, most, hogy így az összes uh, italgyártót uh, lassan felsoroljuk, és... Uh, hát donétolhatnak ők is. Igen. Donate.emtv.hu uh, Visszatérve az eredeti, <laughs> eredeti témánkra, és uh, ezzel kapcsolatban szerettem volna megkérdezni, hogy akkor kijelenthetjük azt, hogy, hogy bizony a kis az erőteljesen rányomta a bélyegét a művészetekre, az irodalomra, és a, nekünk is most több generációval később a, a térfelfogásunkra, legalábbis itt Európában. Igen, szerintem ez abszolút így van. Ugye tényleg irodalmi művek születtek, tehát akár Andersen művei, Charles Dickens karácsonyének, ugye ez 43-as, de nyilván Dickens is átélte ezt az időszakot. Frankenstein ugye méris elli, tehát ők is azért ragadtak ott a svájci alpokban, mert hideg jó, volt, kis és nem tudták élvezni az utazást, és ugye Byron kitalálta, hogy akkor valami félelmetes történetet írjanak, és ugye szegény Méri éjjel volt egy vihar, rosszat álmodott, és akkor ebből jött a Frankenstein. Tehát ezek, ezek iszonyatosan klasszikus művek, de ugye... De valahogy ezt a Genfi tópartján, Igen, igen, ugye? ott voltak a Genfi Oda tópartján. Mentek, és, a, és, és, az is akkor be volt fagyva. fagyva. Igen. Na olyan se történik. És mostanság. akkor ebből jöttek az ilyen, ilyen modernkori, modern kori művek, hogy uh, C.S. Louis Narnia, jégkirálynője, biztos ismeritek, uh, Aranyiránytől Filipp Pullman, ugye ott maga az utazási szakra, Dr. Húban ban több ilyen rész is van, amikor például a befagyott uh, londoni temzének a jegé játszódik egy-egy, Jégvarázs, nagy kedvencem, imádom uh, mind a kettőt. Szóval igen, tehát, tehát nagyon nagy befolyása volt akár a kultúrára is, a modern kori kultúrára is, és, és valóban szerintem a elképzelésünkről, elképzelésünkre a télről is. Csomó-csomó ember van a világon, akiknek a karácsony az akár pólóban telik, hiszen olyan helyen laknak, ahol, ahol meleg van, akár az amerikai kontinensen, akár mondjuk Afrikában, akár Ausztráliában, és sorolhatnám. Miért van az, hogy mégis a karácsony az számunkra, vagy az emberek többsége számára. Ha készül egy, nem tudom, egy Walt Disney film, akkor abban nagy valószínűséggel lesz tél és hó. Nagyon érdekes lenne egy Ausztrál vagy Ausztráliában élő embert egyébként erről megkérdezni. Ott azért viszonylag ritkán esik a hó, hogy, hogy ott hogy. És ha mégis, akkor az nem decemberben történik, hanem június-júliusban. Igen, mert december van, és nincs hó. Hát, mert akkor van nyár. Még, mégis ennyire, ennyire fontos kultúra számunkra, hogy ha tél és karácsony, akkor bizony uh, havas tájak, füstölgő kémény, és, és, minden, ami, ami ezzel jár. Szán, hát a, a Mikulási szánon uh, megy. Ugye az van, hogy az amerikai idiotizmus, vagy bocsánat, kultúrkörben, ugye a Mikulás, maga az -e a, a Santa Claus, mint tudjuk, az északi sarkon él, ha tetszik, ha nem. Tehát ebből is látszik, hogy ez már nagyon leszakadt a Szent Miklós Püspök vonarról. Tehát a Santa Claus az, olyan, az egy olyan lény, aki, és ugye, mint tudjuk, náluk ez kötődik elsősorban a karácsonyhoz, a, a, aki maga az északi sarkon él, tehát a texasi gyerek, aki még életében nem látott havat, vagy, vagy, vagy ugye, az, vagy a saspark gyerekek, ahol viszont folyamatosan hó van, ugye, mint tudjuk. <laughs> szóval, szóval az van, hogy, hogy, igazából Mindegy, mert, mert azért van benne a hó, mert a Mikulás bácsinak a lakhelye az ez. <laughs> és ha jól a Pukki, az is ott lakik a Finn Mikulás lapföldön, ott fönt a francba, ahol egyébként még június-júliusban is tél van, úgyhogy emiatt aztán gondolom, hogy ha Ausztráliába veszel egy Mikulásos tél lapot, akkor hiába van az, hogy ott hétágra süt a nap, de a Mikulásos képeslapon akkor is hó van, mert a Mikulás az onnan jön. Most, hogy ez, ez, ez valószínűleg így történt, megváltozhatatlan kulturális be, be, beragadás eredménye. Vannak Ausztrál karácsonyi filmek, mondok Egyet figyeljétek a címét, The Sunbird Christmas, tehát a nap égette karácsony. Na hát ebben gondolhatjátok, hogy nem esik hó, azért mert nyilván ez Ausztráliában játszódik. Szerintetek egyébként, ha mondjuk Amerika szerepét, kulturálisan értem most csak, Amerika szerepét mondjuk Ausztrália látta volna el az elmúlt században, akkor mondjuk ez nem így lenne? Máshogy tekintenénk, máshogy ivódott volna bele a kultúránkba, mondjuk a, a, a Havas Karácsony? Biztos, hát hogyha, hogyha Ausztrália lenne hatással mi ránk, akkor nem Havas Karácsonyi filmek lennének, hanem naposak. Itt az van, hogy mind Ausztrália, mind Amerika a tulajdonképpen brit kulturális export, tehát itt tulajdonképpen még mindig a Ugye maga a Q-kapitány is, amikor a 18. században lényegében felfedezte Ausztráliát, tehát akkor már ezek a ezek a karácsonyi hagyományok, ezek nem annyira kiforrottam, mint a későbbi viktoriánus korban, de azért lényegében megvoltak, és bizony onnan tudod, hogy gyarmat vagy, hogy lényegében szolgai módon másolod az anyaországnak a kulturális hagyományait, beleértve a, a fenyőfa állítást, ami nyilvánvalóan nem őshonos Ausztráliában természetesen, de mégis csinálják. Tehát ilyen értelemben Amerika csak visszhangozza az angol száz, a, 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 brit, a brit karácsonyt tulajdonképpen, és, és szerintem Ausztrália is ezt teszi. Tehát mondjuk ez egy érdekesebb kérdés, hogy mi lenne, hogyha mondjuk nem is tudom. Most próbál, na ez az, hogy próbáltam mondani olyan keresztény országot, ami domináns és nem volt gyarmat, és nem északi fértekénről való, de hát ilyen nincs. Úgyhogy... Nálatok egyébként kihozza a ajándékot a télapó, vagy a Jézuska? Hát nálam gyerekként a Jézuska hozta, nyilván a télapó az, az december 6-án jön. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz lesz elkerülni, de én nem szeretnék így Jézuskázni, meg télapozni, meg fogtündérezni, meg egyéb ilyen hasonlóságokat. Tehát én, én, én ezekről amúgy a falra tudok mászni. Jézuskázni már csak azért sem, mert azért tényleg én, én hitoktatóként, tehát én, én ezt annyira, hogy mondjam, el, elgyerekesítésnek tartom ezt a magát, Jézust, hogy, hogy az már nálam személyes véleményem szerint Néha már az Istenkáramlás határát súroljad, ez az én személyes véleményem, tehát nyilván én ezzel senkit nem akarok megbántani. És egyébként egyet is értek. Persze valóban a széllel szemben működés, hiszen jól tudjuk, hogy a gyerekek az oviban, bölcsiben, iskolában, akárhol fullba kapják, a, mit hozott a Jézuskát. És ezért nehéz, nehéz, nehéz egyébként a dolog, úgyhogy általában mi, én is azt a stratégiát követtem mindeddig, hogy az a mondás, hogy megemlékezünk arról, hogy Jézuska megszületett ezelőtt 2000 Éve, ami egyébként valószínűleg tavasszal történt, és semmi köze ehhez a dátumhoz, de semmiért, mindegy, semmi probléma. Ma van az emléknapja, tehát megemlékezünk róla. Ugyanúgy, ugye tudjuk, már megbeszéltük egy jó régi adásban, hogy nyolc nappal később meg megemlékezünk Jézus körülmetéléséről, ami pedig az új évnapja. <laughs> ez ide annyira fontos, hogy ehhez igazítottuk a naptárat, hiszen egy zsidó gyereknek ugye nem a szüli napja a fontos, hanem hogy mikor lépett be a szövetségbe. Úgyhogy, na, oké, okay, de nem ez a Lényeg, hanem az, hogy, hogy általában az van, hogy igen, Jézuska megszületett, ez meg ez történt, napkeleti bölcsek, bolygó együttállás, jé, de érdekes, oda mentek, stb. stb. És ennek örömére most megajándékozzuk egymást, tessék. Ugye ez valahogy így. Tehát a karácsonyi tatu meg a fogtündér az annyira nem hiszem, hogy, hogy egy fontos része ennek a sztorinak. Na, a sok-sok istenkáromlást követően így csak kettő percünk maradt az adásból, de azért értékeljük. értékeljük Kellemes évzáró blaszfé. Igen, abszolút. Értékeljétek kérlek pár szóban azért ezt az évet, mégiscsak az utolsó adásunk 2021-ben. Kezdjük talán veled, Klaudia, hiszen te nyáron csatlakoztál hozzánk, és most ugye néhány egy kivétellel az összes őszi podcastunkban bennem voltál. Hogy érezted magad egy Kicsit a seggünk kérlek. Hogy, hogy, hogy vagy? Hogy értékeled ezt az évet? Na igen, ez, ez pont, hogy így mondtad, hogy értékeljük az elmúlt évet, hát mondom, marha jó vagy Ádám, amikor én csak nyáron kerültem ebbe bele, mit, mit tudok én ezen értékelni? Úgyhogy én, én, én a helyet, hogy értékelni, inkább elmondom azt, hogy én mennyire örülök annak, hogy, hogy én bekerültem hozzátok, és hogy megkértél, meg hogy vegyek részt ebben az e e egészben. Mert e, ugye azt tudni kell, hogy én ezzel a podcasttal együtt egy csomó más hasonló vagy nem hasonló podcastban is részt veszek, meg azóta már sajátot is indítottam, és rájöttem, hogy én ezt imádom csinálni. Tehát én, én annyira, annyira, annyira szeretem, és ez, ez a számomra egyáltalán nem e, fárasztó, és, és nekem a jövőbeli terveim között szerepel, hogy, hogy ezt ilyen életvitelszerűen, csináljam ezt az egész podcast témát, akár meghívott vendégként, akár nálatok, akár ugye saját témámban. Tényleg én, én élveztem az elmúlt, hát durván fél évet ugye, amit, amit együtt tölthettem veletek. Mi is örülünk, hogy itt vagy, és hát jövőre! Folytatjuk. Ugyanitt Miklós, kérlek, értékei, sok minden történt idén. A nagyon sok minden történt, én nem is tudom végig gondolni, hogy mi minden történt. Ez az év is véget ért, továbbra is velünk van a COVID, de mi kitartunk, és minden rendben. Ugye megjártuk Amerikát, volt mindenféle. Idén is biztos, mit csináltunk? Megkaptuk a Tudományos Újságírók Klubjának elismerő oklevelét. Így van. Ugye? Így van. Aztán természetesen. Ugye ott voltak a remek planetokasztok a nyáron. Igen. Ugye? Igen. Nándiek. Planetology.hu csapata. És szóval itt aztán nagyon sok minden volt tényleg. Tulajdonképpen el kell, hogy mondjam, hogy én is, én is élveztem ezt az évet, és hát nagy várakozással tekintünk a jövő évre, hiszen hát már csak, már csak ami a gyakran előkerülő tévánkat, meg ugye a társműsorunk a szokolébresztő témáit illeti, azért a 2022-es év az egy nagyon nagy éve lesz az űrkutatásnak. És most is Várhatóan nagyon szép karácsonyi ajándékot kapunk, mert talán fölmegy a James Webb űrtávcső végre valahára. Ha nem halasztják el, meg itt. Hát, Én ja. nagyon szeretném karácsonykor megnézni, ahogy fel bocsátják a James Webb-et. Nem fellövik fel, bocsátják. Az hagyján, de a Space Junk is srácok magának Nándinak a szakkommentálásával fogják élőben közvetíteni a startot. Valóban. Vagy legalábbis meg ezt mondták akkor, amikor úgy volt, hogy 22 é lesz a start. Most lehet, hogy Szenteste napjára elcsúszant a start, akkor most lehet, hogy már nem annyira lesznek lelkesek, de a terv az ez. Szóval igen. Na, de ezt lesz állítva, jön a 2022, mindenféle óriási rakéták, óriási dolgokat fognak csinálni. Szóval nagyon izgalmas lesz az év, ami most jön. Nagyon vár, várom. Jó, hát akkor azt gondolom, hogy ezzel a optimista hozzáállással le is zárhatjuk idei utolsó adásunkat. Parallax legközelebb 2022. január 6-án jelentkezünk, pont anyukám születésnapján. Ez lesz az 58. adásunk, apropója pedig, hogy január 7-én lesz 79 éve, hogy 19 1943. január 7-én elhunyt Tesla, így róla, illetve Edisonról fog szólni a műsor. Ivan is Riga, Claudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet egész évre. Továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Kellemes ünnepeket kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.